Rubányi Anita gyönyörű szavalatával kezdődött az ünnepség. Reményik Sándor, keserű szívvel. Keserű szívvel bizony mondom néktek, ti csonka magyarok. Az ország szíve, Magyarország szíve ma már a végeken dobog. Hangos szóval hiába fogadkoztok, hogy soha s mindörökké. Az ország szíve, Magyarország szíve ott ver, hol Magyarország nincsen többé. Bennünket összekalapált a bánat, ti atomokra hultok itten szét. Egymást farkas foggal tépitek, nektek nem volt a nagy lecke elég. A Nemzeti Összetartozás napja az 1920-as trianoni békeszerződés aláírásának évfordulójára emlékező nemzeti emléknap. Novotné Bán Erzsébet érzelmes szavaival beszélt a múltról, és éreztette annak jelenbeli hatásait. Trianon a magyar érzelemvilág része. Ezt az érzést nem lehet vezényelni. Ha egy nemzetnek fájós sebei vannak, akkor arról megfeledkezni bűn. Fogalmazott Boros Péter volt miniszterelnök 2004-ben. De miért és hogyan keletkeztek ezek a fájós sebek, vagyis Erdély, a Felvidék, a Délvidék, Kárpátalja és Burgenland elvesztése? 104 évvel Trianon után is érzelmektől fűtött indulatok tárgya a nagy háborút lezáró békediktátum. Igen nehéz, higgadtan a történettudomány által feltárt tények, összefüggések alapján válaszolni a miértekre, de én most mégis erre teszek kísérletet. Az osztrák-magyar monarchiával ellenséges nyugati hatalmak az első világháború kezdetén nem rendelkeztek konkrét elképzeléssel Közép-Európa háború utáni sorsát illetően, 1918 tavaszára viszont fordulat következett be az Antant álláspontjában. Felkarolták a monarchia nemzetiségeinek emigráns mozgalmait, és elismerték elszakadási törekvéseiket. Ez a döntés azt vetítette előre, hogy a monarchia nagy területeiből stafírozzák ki az új közép-európai államokat, és teszik őket képessé az önálló állami létre, és a nekik szánt stratégiai szerep eljátszására, azaz a német, valamint a szovjet-orosz területek elszigetelésére. A monarchia megsemmisítésére irányuló törekvéseket erősítette és siettette Habsburg IV. Károly császár különbéke kísérletének kudarca, továbbá a KUK haderőt német irányítás alárendelő egyezmény, ami egy nyomasztó német túlsúly rémképét idézte fel az Antant vezetőiben. Antant által hangoztatott nemzeti önrendelkezés elvét a magyarok esetében nem alkalmazzák, azt a hatalmi érdekek felülírják. Ezután már csak egy mozzanat volt hátra. Versailles-ban, a nagy Trianon kastélyban alá kellett írni a békediktátumot. A korabeli politikai elit mérlegelte a lehetőségeket, így az aláírás visszautasítását is. De ennek beláthatatlan következményei lettek volna. Gazdasági összeomlás, ennek nyomán pedig politikai káosz, amelynek végén mégis alá kellett volna írni egy még rosszabb békeszerződést. Aponyi Albert szavai szemléletesen világítják meg azt, hogy a korabeli magyarság hogyan érzett ezzel az elkerülhetetlen tragédiával kapcsolatosan. A békefeltételek lényeges módosítások nélkül elfogadhatatlanok. Mégis, ha Magyarország abba a helyzetbe állítatnék, hogy választania kellene a béke elfogadása
vagy visszautasítása között, úgy tulajdonképpen arra a kérdésre adna választ, helyes-e öngyilkosnak lennie, nehogy megöljék. Az esemény egy szép koszorúzási ceremóniával zárult.